Kerékgyártó István, mondhatom azt, hogy író van itt? Mert hát író, de hát azért a kalandos életében volt filozófus, egyetemi oktató, privatizátor és sok minden más, és ez egy liberális rádió, úgyhogy most választást ajánlok, mit csináljunk? Hát több mint 20 éve írok csak, úgyhogy az írót örömmel elfogadom. Tehát aki ír, úr ír. Szóval azt a választást ajánlom, hogy most mit csináljunk, siránkozzunk egymás vállán, vagy sírjunk egymás vállán, hogy micsoda a világban élünk és mi van itt, ez az egyik, erről szerintem tök jól el tudunk beszélgetni. A másik, vagy hogy beszéljünk arról, hogy hogyan lehetne egy normálisabb világba kerülni innen. Hát egyikből következik a másik, tehát azért akarunk normálisabb világba kerülni, mert ez a világ nem normális igazán. Hát ugyanakkor én is ezen gondolkodom már jó ideje, és talán találtam is magamnak valamit, méghozzá a politikatudomány mondja, hogy a szét lehet választani, vagy az emberbe kétféle ember él, a citoyen, a közpolgár és a burzsoá, itt nem a tőkés értem alatt, a magánpolgár. A citoyen, aki szavaz, választ és politizál, a burzsoá pedig az, aki éli mindennapi életét, műveli a kertjét és neveli a gyerekeit. És nyilvánvaló, hogy a citoyen lét az bele-bele nyúkál állandóan a burzsoá létbe, de én azt érzem magamban, hogy egyre jobban próbálom elfeledni a citoyenségemet, lehetőséget nem igen látok rá, hogy választás vagy hasonló módokon ezen változtassak. Próbálok magam számára egy ilyen magánpolgári létet, aminek egyik legfontosabb eleme a barátok, a közösségek, a hasonlóan gondolkodókkal való együtt működés, az élet kellemességeinek a megélése, egyfajta hedonizmus, amiről te is ma beszéltél, hallottalak, a ételekről nagyon, nagyon szépen beszéltetek, és a főzés örömeiről. Tehát valahol próbálom én ebbe a magánvilágomba, magánéletembe megélni azt a sok szépséget, amit a világ tud nyújtani. Alapvetően hedonista vagyok, annak ellenére, hogy 70 leszek néhány nap múlva. Élvezem, köszönöm. Egy csomót letagadhatnám, de most ezt komolyan mondom. Élvezem az életet, teszek is azért, most úszok, mozdok, tehát valamilyen módon próbálok boldogan élni ebben a valójában kellemetlen világban. Ugye azt elég sokan gondoljuk azt, hogy igen, teremts magadnak egy nyugodt életet, ne törődj azzal a sok csúnyasággal, ami körülötted van, mert hát mondják, hogy egy életünk van, ez azért bizonytalan állítólag, de mindegy, de hogy mégiscsak ezzel számolunk most így belátható ideig, de ugyanakkor meg az is eszembe jut néha, hogy ja, ezt akarják, hát ez volt részben a kádári korban is a politika, hogy ne foglalkozz vele, vagyis magyarul hagyj minket békén, most ez praktikusan azt jelenti, hagyd, hogy lopjunk, hagyd, hogy ellenségeket képezzünk, hagyd, hogy embereket kirekesszünk a társadalomból, hagyd, hogyha rossz helyre születtél, akkor szegényen, szerencsétlen legyél egész életedbe, hagyd, hogy az orvosok. Szóval, hogy igen, hát ha jól élünk, és próbálunk a saját barátaink lenni, és nem törődünk a dolgokkal, akkor hagyjuk, hogy ezek azt csinálják, amit művelnek. Hát nekem a legutóbbi, aztán nem csak nekem, többeknek, akik változást akartunk, a legutóbbi választás nagyon szomorú tapasztalattal szolgált, azzal, hogy nem csak választási csalás van itt, ugye egy csalás alatt értem azt, hogy milyen lehetőséget, megszólalási lehetőséget kap a ellenzék, és így tovább. Tehát nem olyan fajta csalásra gondolok, hogy a urnákba kiszórják, de igazából valóban a magyar lakosság, aki elmegy szavazni, azok többsége úgy tűnik, hogy ő ezt szeretné. Megszoktuk mi a rendszereket, megszoktuk azt, hogy volt egy Ferenc Jóska rendszere, aki leveri a 48-as forradalmat, ennek ellenére a parasztházakban nem sokára ott lesz a Ferenc Jóska, és Jóskának hívják, ami jelent ott lesz a képe Kossuth Lajosi mellett. Ott lesz Kossuth Lajosi mellett, sok helyen ott lesz Kossuth, és ott lesz, de azért nem haragszunk igazából Ferenc Jóskára. Aztán jött a Horthy korszak, ami megint korszak lett, ami több választási cikluson ível át, és tulajdonképpen elfogadják Ferenc Józsefet és korszakát, és nincs komolyabb tömeges lázadás ellene. Aztán jött a Kádár korszak, aki megint csak megöli a,
a barátait, elvtársait, szövetségeseit, és utána konszolidálódik elég gyorsan, és egy hosszú rendszer lesz. Mi hozzászoktunk, úgy tűnik, magyarok. Ehhez most egy Orbán korszakban élünk, ahol a választók többségének jó ez a világ, elhiszik mindazt, amit a közmédia mond, mert ha egy kicsit gyanús lenne nekik, vagy nem akarnák elhinni, akkor nyilván belehallgatnának, hiszen vannak ellenzéki médiák, ha nem is sok, de mindenki számára szinte elérhető. Ezt nem akarják. Olyan szinten lett ez érzelmi kérdés ma, úgy látom, hogy a Fidesz szavazók többsége olyan szinten érzelmi módon áll ehhez, hogy a legkisebb érv, racionális vita is fölösleges, illetve nekem volt egy egészen megdöbbentő élményem a múlt héten. Osztálytalálkozót szervezek, gimnáziumi osztály, ahol egy matematika-fizika tagozat volt, egy vidéki... Pécset jártál. Nem, én Kaposvárra jártam. Pécset az egyetemen dolgoztál. És volt, válogatták a jobb matematikusokat a megyéből, tehát jött ott TS Parasztnak a gyerekétől kezdve, főorvos gyerekét, nagyon érdekes társaság volt, akik nagyon jó közösségé váltunk, kaptunk egy remek magyar történelem szakos 24 éves osztályfőnököt, aki direkt adtak egy magyar történelem szakos, hogy ne csak a matematika is fizet. Lényeg az, hogy nagyon jó osztály, és itt volt egy fiú, akinek református lelkész volt az édesapja. És én nagyon haragudtam akkor arra a rendszerre, hogy ennek a fiúnak az édesapja egy falusi református lelkészként, traktorosként is kénytelen volt dolgozni a TSZ-be. Tehát elkezdettem, hogy egy lelkész, amikor felkészül az Isten tiszteletére, majd pedig felül is traktorozik, mert nem tudja eltartani a családját, és ezt nem tartottam én igazságosnak, vagy nem tartottuk annak, és sajnáltuk ezt a fiút emiatt, hogy az apja ezzel keresi a kenyerét, pedig hát meg kéne keresni a lelkészi tevékenységében. Ezzel a fiúval beszéltem a múlt héten, szóba jött Amerika, és mondta, mennyire utálja az amerikaiakat. Egyébként mérnök lett belőle, valami nagy világcégnek dolgozik be, tehát viszonylag jó körülmények között, és nem magyaroknak dolgozik, hanem külföldre. És azt mondja, hogy azért utálja ő is az amerikaiakat, mert Gorbacsovnak megígérték, hogy a falat, ha lebontják, nem mennek tovább. És mondom, miért gond ez? Azt mondja, mondom, jobb lett volna, ha marad a fal. Igen, azt mondja, talán jobb lett volna. És akkor mi is mondom, most egy ilyen orosz fenntartóság alatt tartunk. Igen, talán jobb lett volna, mondja. Most erre aztán nem lehet mit mondani, hogy ez a fiú, aki talán magában nem igen mertő beszélni, de nagyon ellenzéki volt, olyan szinten mosták át az agyát, hogy azt mondja, hogy jobb lenne, igen, hogy oroszok lennének, és ez az egész, ami volt nagyjából az a terület maradt volna orosz fenntartóság alatt. Erre nincs mit mondani. Tehát, és mondom, mondom, Dezső, te, aki abban a rendszerben édesapád révén szegények voltatok, és kénytelen volt apád ahelyett, hogy olvasnak, traktorozott, ezt mondod? Azt mondja, ezt mondja. Kész. Tehát akkor mit lehet erre mondani? Semmit nem lehet mondani. Ez épp úgy, mint egy istenhit, épp olyan hit alapon, mint egy hívővel nem érdemes nyilván beszélni Isten létéről, nem létéről, vitázni, mert ők ezt elfogad. Igen, de itt azért mégsem az Istenről beszélünk. Igen, arra vannak történelmi tapasztalataink, hogy abból még nem jött ki jól, de hogy éppen mégis csak egy úgy, ahogy de megválasztott politikai rendszer vezetője, az nem Isten. Persze, hogy nem, de nyilvánvaló maga a hozzávaló viszonyulás, az egy istenhithez hasonló viszonyulás. Hibákat nem látnak. Ez a 30%, mert nyilván magyar lakosság 30%-a a Fideszre szavazott, azt a 30%-a, vagy most legyen 33, az nem 33 meg, vagy el sem egy, vagy nem nagyon érdekli a dolog. Hogy végül is ez a demokrácia, nem? Tehát ha valaki azt akarja, hogy ilyen legyen, akkor nem lehet neki azt mondani, hogy hát nyilván jobb lenne, hogyha működne az alkotmánybíróság, talán jobb lenne, a bíróságok függetlenségét nem kéne félteni, talán nem lenne baj, ha a pénzt arra költenék, ami jól hasznosul, talán jó lenne, hogyha nem lopnak el annyi mindent, amennyit ellopnak, de hogyha az emberek azt mondják, de én engem ezzel együtt, mert most már nincs zsákba macska, mert most már ez nem tudom, hanyadik választás volt, negyedik. Tudjuk, hogy ilyenek, lopnak, csalnak, hazudnak viszonylag sokat, mégis kellene. Hát akkor erre mondtam én, hogy mint citáján már nem szívesen foglalkozok ezekkel a kérdésekkel, próbálom azt a néhány évet, ami még nekem vissza van,
valahol számomra kellemes módon eltölteni. Nyilván elmegyek szavazni, nyilván akkor írok cikkeket, nyilván ahogy megkérdeztek, akkor elmondom a véleményet, de nem hiszem, hogy ezáltal bármi is na jó, de erre szokták azt mondani, hogy ott vannak a gyerekeid, az unokáid, tehát azért mégse mindegy, mert te azért most, ha nagy baj nem lesz, akkor elég neves író vagy, van egzisztenciád, ha egészen nagy baj van, akkor még talán elmehetsz külföldre, úgyhogy mégse kell tányért mosogatnod, tehát te viszonylag igen, jobb helyzetben ez vagy. Kétségtelen. A gyerekeid, vagy egyik a gyerekem az Brüsszelben él az olasz férjével, a másik gyerekem az ő férje Amerikának dolgozik, tehát a jövedelmük nagy része egy nagy amerikai cégtől jön, életni meg bárhol, most éppen Magyarországon élnek. De, kalandvágyból. De igazából, tehát ő onnan kapja a pénzt, és ettől fogva itt Magyarország kell, akár egy turista Magyarország kellemességeit élvezi. Tehát, de ettől persze azt mondom, hogy ez nagyon nincs így jó, és nagyon jó lenne ez ellen lépni, harcolni, de hát mondom, 70 évesen már eleget jó, próbálkoztam. Hát nem is arra gondoltam, hogy ugorj fel a barikádra, és rengesd a zászlót, bár jól mutatnál ott az őszhajaddal. Már bocsánat, hogy letegeztelek. Csak már valahogy... Egy ideje tegeződünk már. Igen, a műsorban is. Igen. Az az igaz, hogy az életbe tegeződünk valóban. Igen. Én most elrontottam, most már akkor mindegy. De hogy azért szerintem a kultúra, az irodalom, a színház, a film, de még a zene és a tánc is lehetnek azért mégiscsak olyan kitörési pontok, vagy van erre történelmi hagyomány, amikor ott ér tovább a most ilyen fenkölt szavakkal a szabadság gondolata, vagy a demokrácia gondolata, hát a magyar, közelmúlt magyar történelmében is rengeteg ilyen példát tudunk, hogy azok az emberek, akik gondolkodni mertek, vagy tudtak, azok hoztak létre olyan alkotásokat, amelyek azért azt mutatták, hogy van egy másik világ. Akkor is, hogyha nem föltétlenül rohanták meg a könyvesboltokat mindig ezekért. Ezzel teljesen egyetértek. Ha most áttértünk erre a világra, a kultúra azon belül, akár az irodalomra, akkor igen, hát azt pontosan látom, hogy van sok íróbarátom, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, összejárunk, beszélgetjük, ismerjük egymás sorsát. Itt egy nagyon szomorú helyzet állt elő, mert egy nagyon tudatos kiszárításáról van szó ennek a világnak. Tehát nincs olyan, hogy ugye a tűrt támogatott, tiltottnál igazából tiltott, nincs kivéve, amiről ma is hallom, beszéltetek, ez a fóliázás. Ez már közel jár a tiltotthoz, de ez egy politikai provokáció szerintem. De a tűrtbe mind ők benne vannak kiadók, akik ezt kiadják, ugyanakkor már én 2-3 éve figyeltem meg, azt hiszem 8 regényem van, és végigkaptam állami támogatást, illetve NKA támogatásokat, Nemzeti Kulturális Alap támogatást. Azt hiszem 2 éve vagy 3 éve fordult elő először, amikor az NKA-ba bevitte a kiadóm, a Karigram kiadó, bevitt 10 könyvet, és azt mondták, és kiszivárgott, tehát ezt nem vállalták, azt mondták, hogy ebből 3 könyv, figyeld a jelzőt, Orbán ellenes, ez Németh Gábor, a Kácsor Zsolt meg az én könyveim voltak, kozták, hogy adjuk meg a másik 7-nek, mert ilyenkor van 10 könyv, van 10 millió forint támogatás, adjuk meg a másik 7-nek. Azt meg nem lehetne, akkor meg kell mondani, hogy 3-nak nem adtuk, akkor meg kell indokolni, hogy miért nem adtuk ennek 3-nak, tehát egy fillért kapjanak kiadva. Jó, szerintem jövőre az lesz a különbség, hogy nem kap egy fillért se, viszont megmondják, hogy az a baj vele, hogy Orbán ellenes nyilvánosan, A legutóbbi könyvemnél már szó se volt, hogy kapok, már be se terjesztettek, tehát nem én, hanem a kiadó persze kiadta. Most kérdés az, hogy a kiadók meddig tudják ezt vállalni, hogy támogatás nélkül adnak ki szép irodalmat, meddig tartják el az olvasók ezeket a könyveket, illetve ami nagyon nagy hátrány, például nekem 2 regényem feldolgozását a Máté Gábor olvasta fel a Kossuth Rádióban. Hát ami bizony nagyon jó volt, mert ez aztán is megismertette a könyvet, sokkal több fogyott el belőle. Rengetegen hallgatták a Kossuth Rádió, a déli sávja, ez a fél 1-től az irodalmi sáv. Na most azóta szó sincs arról, hogy a barátaimmal együtt mi a közrádióba, köztévébe, tehát mintha nem is lennénk. De szerintem, ha hívnának, sem mennél el. Megkérdeznék, hogy mondja, kerékgyártó úr, odaadná a könyvét? Hát szerintem nem mondanád jó szívvel azt, hogy két migráncsozás, 2 uszítás és 2 buzizás között a te szöveget hangozzon. Ez is igaz, de igen.
Igen, de és tehát akkor tehát, ebből már jártál így, mert nincs ez a lelki konfliktus, mert igen, akkor üzletileg igen. Lehet, hogy még mindig lenne. Bár azok, akik ma hallgatják a Kossuth Rádiót, valószínűleg már kevésbé könyvfogyasztó, vagy kortárs, ezt nem biztos olvasnak, de kevésbé kortárs irodalom irányítja. Nem, mert ez majd most tegnap volt egy felmérés, nem hozták ki a pont erről, hogy a szép irodalmat és a Fidesz szavazók jóval kevesebben egyáltalán tényleg olvasnak irodalmat. Igen, ezt a, várj csak, melyik? Jó, mindegy. Nem, tehát épp tegnap láttam, talán a Névszavában is benne volt ez ennek a felmérésnek az eredménye. Jóval kevesebben olvasnak, és volt egy ilyen kérdés, hogy a hazai vagy a világirodalma szeretik-e jobban. Persze fideszesek, akik kevésbé olvasnak, ők nagy számban a magyar irodalmat kedvelik jobban. Hát állítólag Vas Albertet viszik, mint a cukrot, és Herceg Ferenc, aki érettségi tananyag lesz életművében, hát igen, szerintem igen, a nyári igen, szünetben igen. Úgy... De itt fehéren-fegedén kimutatták, hogy kevesebb az olvasás ajánlom. Nyilván azzal is összefügg, hogy az általános iskolázottsága a Fidesz szavazóknak az alacsonyabb, tehát ebből is következett. Most a másik ilyen nagy hátrány, hogy valahogy hívtak bennünket könyvtárokba. Hát volt olyan barátom, aki egy héten háromszor is járt valamelyik vidéki könyvtárba, hogy beszélgett, és ezért fizettek, tehát ezért pénzt is kapott. Na mostanában nagyon kevés könyvtár engedi meg magának azt a luxust, hogy egy ellenzékének tartott írót oda hívjon. Konkrétan velem is történtek ilyenek, vagy történik ilyen, amikor valakit hívnak, és akkor egy fiatal lelkes könyvtáros, és mondja, hogy a főnökével beszélt erről, hogy én lennék, nem, és akkor szól, hogy de bocsánat, mégse. Tehát vannak ilyen tiltólisták, rádiókban, tévékben, könyvtárakban, színházak, ugye? Hát a színházaknál is maradt három államilag támogatott színház, vagy talán négy. Az Örkény, főváros által. A főváros által támogatott. Igen, nem, azt mondom, pontosan, tehát úgy értem, hogy nem a kormányzat által. Egyébként pedig azt látjuk, hogy hatalmas pénzeket költenek valóban kultúrára, de annak, amit ők tartanak kultúrának, azokat támogatva. Tehát igazából az irodalomban nézve egy minőségi kortárs irodalom nagyon rossz helyzetbe került. Most egyre többektől hallom, mert én korábban mindig azt kérdeztem meg a kultúrában dolgozó interjú alanyaimtól, hogy akkor milyen érzés az, hogy a kultúra ennyire fontos, nagyon sok pénzt költenek rá, meg nagyon nagy erőket tesznek rá, hogy megszerezzék. Tehát akkor mégiscsak fontos lehet, még a személyében esetleg más is fontos. És most már egyre többen mondják azt, és hajlok erre, hogy azért erről nincs szó, mert nagyjából letolják, hogy milyenek azok a kulturális alkotások, milyen színvonalúak és milyen alkotók vannak, hanem egyrészt mondjuk az irodalom kevésbé, még a színház is talán, de a film az mindenképpen a pénzkivevésnek a... Tehát nem azért kell egy 8 milliárdos filmet csinálni, mert annyira fontos nekünk a Mohácsi csatát megnyerni, hanem mert ahol a 8 milliárdból azért elég sok minden történhet még máshol is. Másrészt hát van egy ilyen klientúra, aminek egy része mindenképpen ilyen fél és negyed tehetség, aki méltán nem lőtt ki eléggé, hát azoknak szórunk valami kis magot az udvarra, hogy azokat csipegessék, és addig is kussolnak, és áradoznak rólunk, de igazából senki nem gondolja azt, hogy ezen olyan nagyon sok múlna. Így van. Tehát én is azt láttam, hogy egy időben valóban rendesen nyomtak pénzt a sajátjaiknak, most már onnan is levettek, főleg onnan, ahonnan nem lehet kivenni pénzt, tehát az irodalomban azért nem lehet kivenni pénzt, meg van jó néhány ilyen terület, a filmből lehet, színházból se lehet, igen, kivenni pénzt. A másik pedig az, hogy én azt mondom, hogy ennek a hatalomnak nincs igazán értékrendje. Tehát majdnem minden, tehát ha nézzük a fasisztákat, a kommunistákat, ott nagyon kemény, komoly értékrend volt, hogy mi az, ami fontos számukra, mi az, amiért, ha kell, a halálba is mennek olyan értékek, itt pedig, tehát voltak, aztán voltak pozitívak is, nyilvánvaló, hogy megvoltak a pozitív értékek is, bizonyos akár a polgári demokráciákban is azok az értékek, amelyek a szabadság, a liberalizmus, és így tovább. Én úgy látom, hogy ennek az Orbán rezsimnek nincs értékrendje, hanem érdekei vannak. És ha éppen az érdek alá be lehet valamit csúvasztani, akkor ráborintanak, de az, hogy ez egész keresztény kurzus,
Nem, nyilvánvaló, hogy nem hiszek benne. Nyilvánvaló, hogy ezek a fiúk nem tértek meg. Ezt tudom, hogy ateisták voltak, ismertem jó párat körülük. Most az, hogy ezek megtérnek, és most keresztények lettek, hát bocsánat, ki hiszi el? Mikor egyetemi oktató voltam, volt egy nagy vallásszociológiai kutatás, ahol pont az egyik ilyen az én területem volt, mély interjúkat csináltam, megtérés interjúkat. Ez egy nagyon különös folyamat volt, ahogy korábban ateista fiatalok. Ez még 90 előtt, tehát igen, rendszerváltás. Tehát nem divat megtérések voltak. Ezek egész komoly pénzeket kaptunk erre, hogy nagy valláskutatásokat, és ez nagyon érdekes volt, mert ez már a 80-as évek második feleit, ezeket lehetett publikálni is. Tehát, és elmondják ezek a fiatalok, hogy egyszer csak a sok bűn, amit elkövettem, letettem Isten vagy Jézus lába elé, és megtisztultam, és miféle katartikus élmény volt nekem. Ezek a megtérés élmények, ezek mindig ilyen katartikusak. Más, ha valaki egy vallásos családban él, és belenő a vallásba, aztán vagy hívő is lesz, vagy csak marad vallásos, vagy csak egy külsődlegesen magára vett ruha ez, vagy belülről, de ezeket az ateista fiatalokat nézve nagyon különös, érdekes megtérés élmények voltak. Most elkezdem, hogy Kövér László meg a Orbán Viktor leteszi bűne itt Isten lába elé, hát nem voltak ilyenek. Tényleg ezek, ez nyilvánvaló, hogy próbálnak igazodni valamiféle kurzust felépíteni, de én nem hiszek ezekben, mert ebben egészen zavaros minőségek vannak a kis grófótól, meg a nem tudom én miféle gicseken keresztül. Tehát valami nagyon furcsa ez, amit ők értékeknek tekintenek, nem látom, hogy mi vezérli őket ebbe. És ami meg vezérelni esetleg a keresztény hithez való, ez meg nem hiszem el, hiszen tudom, hogy nem azok, nyilvánvalóan eljátszák ezeket a állítatosságokat. Tehát az egész egy ilyen zavaros katyvaz, és nem látok érdeket, érdeket látok. Érdeket látok, hogy most a kínaiakkal érdemes barátkozni, mert ott többet ki lehet venni, ha velük bizniszelünk, az oroszokkal ugyanez igaz, az amerikaiak már a kezünkre koppintanak, a körmünkre, tehát igazából ezek nem értékek, ezek érdekek, és az érdekekhez valami fajta értékeket próbálnak, mint a hozzá tartozna, bár ezt nem értem, például az oroszokkal miféle közös értékeink lehetnek. Ugyanakkor ebbe zseniálisak, hogy ezeket a saját híveiknek pillanatok alatt eladják. De ezek nem igazán értékek, ezek az érdekeiket szolgáló álértékek. Gerik Gyertő István író a vendégünk. Igen, például az egy súlyos szociálpszichológiai kutatást igényelne, hogy hogyan lehetett orosz baráttá átállítani a közönségüket, miközben ugye hagyományosan nem az volt ez a közönség, ha sőt. Hát pont nem ez volt, igen, sőt. Pont sőt. Hogy hogyha a baloldali pártoknál van egy ilyen, akkor az ember azt mondja, hogy jó, hát a régi reflexek működnek. Pont náluk, akik, pont ez a osztálytársam, akit mondtam, hogy a református lelkész fiaként, ha valaki gyűlölte az oroszokat, akkor ő gyűlölte, most pedig azt mondja, hogy miért nem maradt meg a berlini fal. Szóval egyszerűen nem értem, hogy mi történik. Valóban ez egy szociálpszichológiai. Bár ha megmaradt volna a berlini fal, akkor nem tudom, akkor valószínűleg nem mered megkérdezni ezt tőle, de hogy akkor mit mondott volna. Igen, mert addig lehet azt mondani, hogy hú, Oroszország, amíg az azért elég messze van, és mégiscsak valahogyan a nyugati világ közelébe élsz, nem? Igen. Tehát, hogy azért itt nyilván vigyázni kell, hogy túlgyőzzék magukat, és tényleg még jobban beszippantsa ez a keleti orosz-kínai kapcsolat. Hát jó, hát értjük, hogy Kína miért fontos nagy üzleti partner, és hát az alkotmányos költségek elszámolása valószínűleg jóval lazábban megy, mint mondjuk egy amerikai cégnél. De erről a világról azért sokat tudsz, hát az első könyved a privatizáció, vagyonregény, a privatizáció történetéről szólt, és azért az egy máig magát tartó vélekedés, hogy igazából ott romlott el a magyar kapitalizmus. Tehát, hogy az a 80-as évek végi, 90 éves elejé privatizáció, hát társadalmi szempontból messze nem volt olyan sikeres, mint ahogy egyébként néhány embernek személy szerint persze igen jól jött. Azt mondom, hogy én nem, tehát viszonylag jó fura, hogy ezt mondom, de nincs olyan rossz véleményem arról a világról, mint ahogy általában fogalmaznak, és azért, mert ez egy lehetetlen feladat volt. Nekem egy barátom mondta, hogy csináljunk egy privátus tanácsadó céget, mert egy nagyon különös. A Pécsi Egyetemen filozófia tanszéken voltam. Jogot végeztem, utána filozófia szakot végeztem. De filozófia tanszéken voltál. Ott voltam, és filozófia történetet tanítottam, Wittgensteinnel foglalkoztam, és az egy privatizáció szinte nélkülözhetetlen. Én egy barátom azt mondta, hogy gyere, mondja ezt 89-ben, mert itt olyan dolgok történnek,
hogy nagyon izgalmas lesz, vedd elő a jogászdiplomádat, de mondom, gyakorlati jogban nem voltam be régóta, nem baj, itt olyan új jogszabályok lesznek, hogy mit csináljuk az új jogszabályokat. És azt mondta, és ez nagyon érdekes volt, hogy a 48-as államosításoknál a halakat levágták, és megfőzték halászlének, és itt van ez a híg halászlécske, most ebből csináljunk élő halakat. Ez lenne a feladat. Tehát szinte lehetetlen, hogy ezekből most élő halakat csinálni, mert milyen alapon kinek adjuk, kik a tulajdonosok volt. Tehát ez, a feladat önmagában megoldhatatlan, és néztem én, hogy ahol kuponos privatizációt csináltak. Sehol se sikerült önképpen jobban. A végeredmény, ahol kuponos, tudod mi a kuponos, hogy minden állampolgár, a gyár minden dolgozója kap egy kis részt, egy kupon. Mi történt? Jöttek az ügyes figurák, ezeket összevásároltak, és ugyanoda jutottak, hogy néhány ember kezébe került a cég. Tehát ez nagyon, nagyon nehéz feladat, és ebben szerintem az Antalléknak voltak ragyogó ötletei. Mert azt mondták volna, hogy mindenki azt vesz meg, amit akar, akkor csak külföldi tulajdonos lett volna Magyarországon. Ehelyett azt mondták, hogy legyen egy egzisztencia hitel, nagyon kedvező, és olyan előnyöket találtak ki magyar befektetőknek, hiszen senkinek nem volt annyi pénze a céget venni. Tehát az első szakaszában ennek különböző magyarokat segítő hitelekkel, aki rátelmettebb, ügyesebb volt, azok megszereztek bizonyos vagyontárgyakat, és most jött utána 93-45-től, vagy mondjuk nagyobb cégeknél 94-nél kezdődik, hogy kiderül, hogy ki az, aki működtetni tudja. Mert egészen más dolog megszerezni egy céget, és egészen más dolog azt működtetni. És ott kihullottak, hát rengetegen kihullottak 93-94-95 környékén, akik volt annyi ügyességük, hogy megszerezzék a céget, de meg utána... kapcsolatuk, mert kapcsolat, azért ez így van. Kapcsolat. Tehát meg időbe kellett ébredni, az mindenképpen... Csak János, a kapcsolatok, de nagyon érdekes, hogy ma a kapcsolatok egy nagyon szűk körre vonatkoznak, a vájúhoz nagyon-nagyon kevés embert engednek hozzá, mert elnézést, akkor mindenkit oda engedtek. Tehát mi független attól, hogy valaha MSZMP tag volt, hogy valaha, de ugyanakkor... Nézd meg, egyszer én megnéztem az MSZMP KB titkárai, ha jól emlékszem, mit privatizáltak, szóval odaengedték őket, az Antalék, ugyanakkor ott voltak a saját embereik is. Tehát ott egy... idézőjelben szabadrablás volt, utána jött az, hogy ki az, aki meg tudja tartani, 90% tönkrementést nem tudta, az ügyesebbek felvásárolták, és tulajdonképpen működött valamiféle verseny. A kapitalizmus lényege mégiscsak a verseny. És ez a mostani struktúra ebbe fog belepusztulni, hogy nincs verseny. Nem, abban mi fogunk belepusztulni. Hát most nem néhány év alatt, de az ország is persze. De az, hogy nincs verseny, ezért egyre tehetségtelen figurák kapnak nagyobb vagyonokat, kerülnek olyan vezető posztokba, amiket nem tudnak ellátni. Hallok híreket, hogy bizonyos alföldi nagy sertés terepekre állatorvos nem mehet be, hatósági állatorvos, mert az X-é, és az X nem szeretné, hogyha nézné, ebből előbb-utóbb katasztrófák lesznek. Tehát olyan szinten szűnik meg a szakmaiság, és olyan szinten csak ez a nepotista urambátyám, barátok, mi vagyunk csak itt, hogy a legjobbak elmenekülnek az országból, fiatal szakemberek elmenek, tehát szép lassan magukra döntik ezt a világot, persze mi ránk is, ez kétségtelen. Igen, azért, hogy tegyük hozzá, hogy nem minden KB titkár, üzené egy KB titkár lánya, mert például az ő édesapja is kis nyugdíjas lett, ez igaz, valóban nem minden KB titkár, köszönjük a kiegészítést, hogy azért itt például egy időben, amikor a Bolgár Gyurit helyettesítettem a megbeszéljükbe, akkor rendszeresen szembesültem olyan vélemények, hogy akkor volt jó, direkt tönkretették a magyar ipart a nyugat miatt, hogy piacot szerezzenek így csak, mert akkor volt Ikaruszunk, meg Videoton, meg nem tudom még mit lehet, sokkal többet sajnos nem lehetett mondani, és ugye azt nehéz volt elmondani, hogy lehet, hogy valamikor az Ikarusz jó volt, de már ugye a 70-es, 80-as, vagy a 80-as évekre mindenképpen már finoman szólva a MAN, Volvo, Mercedes buszoktól már messze járt, tehát hogy van egy ilyen csomó nosztalgia, vagy volt ebben, hogy akkor jobb volt, igazságosabb volt, és én nagyon sokáig ezeket tényleg csak ilyen nosztalgiának gondoltam, és most tört belőlem elő néhány napja nagyon erősen a demagóg, mikor azt olvastam, hogy eladták a postások, vasutasok, rendőrök és tűzoltók utolsó szakszervezeti nyaralóit is, és valami miniszteriális ficsúrnak volt pofája azt mondani, hogy nem kényszeríthetjük arra az embereket, hogy a saját kollégáikat nézzék szabadságuk idején is, és akkor
amikor ezeken a helyeken ilyen egészen nevetséges, szerintem ilyen baromi ronda, luxusnyaralók, és mit tudom én, mit nyernek. És akkor arra gondoltam, hogy tényleg igaza van annak, aki azt mondja, hogy hát azért ez így nem minden alakult nagyon szerencsésre. Ez kétségtelen, de mégiscsak azt kell mondani, hogy most szinte bármiről beszélhetünk, nem jön értünk a fekete autó. Tehát igazából azért itt mégiscsak valamilyen a módon... A 80-as években nagyon jött nagyon, már érte. Hát azért én nem mondom, hogy most visszacserélni és fölcserélni nem, arra, hanem itt lesz előutóbb. Szerintem ez nem fog azért túl sokáig működni, nem tud az a rendszer. A proféta szóljon belőled. Azért te, mint író, foglalkoztál mondjuk azokkal is, akik nem a nyertesei ennek a világnak, a Rückwärts cím darabod, ugye az pont egy, ilyen elbukás. Hajléktalan, igen. Egy hajléktalan és elbukás története. Speciál a hajléktalan is olyasmi dolog, ami a rendszerváltás előtt alig-alig volt, biztos azért volt, igen. Meg volt Szetta, meg Solt Otilia, szükség volt rájuk is, tudjuk, de hogy azért sokkal egész más volt, de, és hogy beszélni se lehetett róla, és hogy az a másik oldala ennek a történetnek, hogy hogyan lehet meggazdagodni, és hogyan lehet tönkre menni ebbe az új. Igen, nekem a nagy élményem a rendszerváltás volt, tehát nem véletlenül mindenki benne voltam. Úgyhogy én gyakorlatilag, amiket írtam ennek, nagy része a rendszerváltásról szól, úgyhogy valóban a teljes vesztesét írom le a Rückwärtsbe. Aztán van, ahol ez a politika környéki kiáró ember, akinek nem látjuk az arcát, de ezek az igazi ügyeskedők, ahol pénz van, mindenki mögé odaállok, ez volt a rendszerváltó. Tehát a könyveim nagy részében mindegy, tehát most nem akarok címeket, de engem ez izgatott, és különböző oldalakról néztem, és az utolsó volt ezek közül, ahol magát a diktátort, magát a politika csúcsára kerülő csúcsragadozónak az ifjúkorát veszem végig, hogy miféle hatások érnek. Ez a szeretett gazdám, egészen addig, amíg hatalomra nem jut, és úgy gondolom, hogy én most végigvettem itt mindenféle figuráját ennek a rendszerváltásnak, nem tudom, 3 vagy 4 regényben, és egy kicsit úgy elegem is lett belőle, amikor indult a Covid, akkor kezdtem volna új könyvbe, és van egy autoimmun betegségem, féltem én itt attól, hogy ha itt maradok, mondta az orvosom, hogy meg is halhatok. Tehát itt olyan immunrendszerem, hogy tessék óvatosnak lenni. Hogy volt, én levonultam a Balatonra, balatoni nyaralóba, egyedül hónapokat töltöttem ott, és arra gondoltam, hogy most már itt egyedül vagyok, és kimaradok a világ gyönyöreiből, akkor vagy hát csökkentettek ezek a gyönyörök, akkor írok egy olyan figuráról, aki egy ilyen hedonista csavargó, és nagyon szeretem Kakukk Marci figuráját, és 100 évvel későbbi Kakukk Marcit megírtam, aki járja a világot autostoppol, csajozik, jókat eszik, ha nincs pénze, akkor magának fő. Tehát egy ilyen hedonista figurát, ez a Feske Milán élete jósora és viszontagsága, ilyen Pikarex regény, és nem tudom, az olvasók bár most elég jól fogadják, de írni nagyon jó volt. Tehát ott abban volt a hedonista. Érted, neked hogy, már hogy jó volt, én, már megérte, én 3 évig írtam, én nagyon jól éreztem magam ebben a ennek a megírásában, mert csupa bohókás mondém, és jól esett ez utána sok politikával foglalkozó könyv után egy ilyen világba lubickolni. Hát erre, amiről beszéltünk az elején, ez az eszképizmus, nem? Szökjünk el ebből, tudunk-e szökni. Egyébként azon még morfondíroznék egy picit, amit mondtál, hogy azért kik szavaznak és miért a Fideszre, hogy sokszor az érzésem, ez csak ugye vannak, akiket kivásárolnak, megfizetnek, érdekből szavaznak rájuk, ami egy legitim dolog, tehát nincs azzal, igen. Nem azt mondom, hogy nincs azzal semmi baj, mert sok baj van vele, de hát nem. Ez ember érti, hogy Igen. De hogy nagyon sokszor, vagy nagy számban éppen azok szavaznak rájuk, akik nem nyertesei a rendszernek, és nem is tudnak elszökni előle. Mert mi, hát még így, úgy, egy picit talán jobban mi se tudunk, de talán jobban. De tényleg az, aki egy kis településen, mondjuk, mit mondjak, magyar tanár, tornatanár, énektanár, mit tudom én, micsoda, tehát mégis egy értelmiségi ember, aki felfogja, hogy sokkal nehezebbek, de rossz fizetésért, azt mondják neki, hogy jó, most taníthatsz a református iskolába, de hát nagyon ugrálsz, akkor átkerülsz a cigány iskolába Büntiből, ami az állami iskola, tehát szedd magad össze. Tehát egy ilyen világban él, hát és ebbe sokkal kevesebb jó van, kiszökni is sokkal nehezebb belőle, és mégis rászavaz.
Pedig hát... Vagy tényleg. Hát nem néz, hogyha egy ilyen településen nagyon kevés ez a lakossághoz képest egy-két-három ember, viszont azok, akik a közmunkából élnek. Igen. És a polgármester azt mondja, hogy tudjátok, kire kell szavazni, sőt, olykor meg is nézi, hogy kire szavaznak. Tehát azok nyilván nem fognak más, hogy ez a néhány tanár nem is tudhatott, hogy ő valójában, hiszen a település 90%-án leszavazott a fizesre. Igen. Hogy ő valóban kire szavazott, Isten. Attól tartok, hogy nem attól gondolom, azt gondolom, hogy a Fideszre szavazott a jó részük. Hát egyrészt nem tudjuk, nem. Mert nem ők döntik el, hanem azok a tömegek döntik el, azok a szerencsétlen tömegek, akik égbérért dolgoznak, de még az égbér se lenne meg, hanem a Fideszre szavaznának. Egyrészt, másrészt azért az igaz, hogy most ez az infláció nagyon átírta ezeket a dolgokat, de ameddig ez le nem csapott, azért nagyon sok ember jobb anyagi körülmények közé került, magasabb jövedelmet kapott, mint a korábbi években. Tehát azért széles néptömegek voltak ennek a kurzusnak hát nem is haszonélvezői, mert megdolgoztak érte, de hogy jobb került, nagyobb fizetés, kapott nagyobb fizetést, jobb körülmények közé kerülhetett. Igen, de nézzük meg ezt a kisvárosi vagy falusi értelmiséget, hogy mi jut el hozzá a világból. Tehát miért szavazna a mostani ellenzékre, ha amit hall róla a állami tévében, köztévében, közrádióban, hogy micsoda szörnyű képe lehet az ellenzékről. Na jó, de te is mondtad, hogy egy gombnyomás, és ott van egy másik hang is, még ha az kicsit többet kell érte kutatni, de nem sokkal többet kell érte kutatni, és azért mégis egy olyan országról beszélünk, ahol jó 30 év eltelt, vagy már több is egy ember öltő, de azt tanulták meg az emberek, hogy nem kell mindent elhinni, amit a hivatalos rádió mond meg, amit a újságba kinyomtatnak, azért azokat erős kritikával fogadni. Tehát a szülők nemzedéke még bőven ebbe szocializálódott. Lehet, hogy már a új korosztályok talán kevésbé. Tehát, hogy még történelmi gyakorlat is van arra, hogy nem kell elhinni azt, amit a képünkbe vágnak. És most nem kell a szamizdat után kutatni, meg a Szabad Európa gombját csavargatni. Azért egyre kevesebben vagyunk, akik tudjuk, hogy mi a szamizdat, és ez a mai 30-40 évesek, ezek, gondolj bele, ezek gyerekek voltak még az előző rendszerben. Tehát itt azért... Jó, de azt tudja, de aki viszont ebben a fiatalabb korosztályban van, azt tudja, hogy az interneten szinte minden van, tehát kettő gombnyomás, és akkor ott van a dolog. És akkor az jut eszembe, hogy én hogy mondhatnám meg neki, vagy mi jogon, hogy de ez így nem jó, és csináld másképp. Hát így jó, nekem nem jó, de lehet, hogy neked meg valamiért pont így jó. Ami persze sok más embernek persze rossz. Persze nyilvánvaló, azt is meg lehetne nézni, hogy mit rontott el a bal és liberális oldal, mm-hmm. mennyire foglalkoztak ezekkel a vidéki településekkel, mennyire foglalkoztak azokkal az elesett figurákkal, a cigányság felzárkóztatásával, hát nem igen. Tehát azt lehet mondani, hogy annyival jobb volt nekik a bal liberális kurzus alatt. A liberális oldalról inkább egyfajta lenézés, gyerekként kezelést, a bal oldal részéről pedig egy abszolút elhanyagolás. Tehát azért az sem működött annyira jó. Tehát az, hogy nem működött jól, azzal egyetértek. Az, hogy például Magyar Bálinték idején nagyon komoly programok indultak az oktatási integrációra, az szerintem egy nagyon fontos dolog lehetett volna, ha megmarad. Másrészt meg ilyen választási logikával nem feltétlenül azzal nyersz választást, hogyha az elesetteket, vagy akár a romákat segíted. Az itt elmondtam pár nap, hogy megnéztem, most már 20 éve volt talán, a Szlovákiában volt egy ilyen roma éjséglázadásszerű dolog Kelet-Szlovákiában, ahol tényleg elképesztő viszonyok között éltek emberek, és ez szinte katonasággal, vagy ami szinte kellett megfékezni ott a dolgokat. Szóval. És akkor néztük a sajtóíreket, meg mit gondoltak róla az emberek, mert én azt gondoltam, hogy úristen, falat építenek, és kizem. És akkor azért a szavazópolgárok egy elég nagy száma, nagyobb része azt mondta, hogy helyes. Kicsit kár, hogy nem lőttünk közéjük, majdnem ideig elment a dolog. Tehát a választási szempontból nézed, akkor az elesett rétegek felemelése... Igen, ez nem nagyon, hoz túl sok szavazatot. Vagy legalábbis rövid távon nem hoz. Mert lehet, hogy hosszabb távon azért mégiscsak. Tehát akkor végül mégiscsak a siránkozás megtörtént, amit az elején mondtál, hogy
Nem valószínű, hogy ez az ország többsége ezt akarja, így akarja, csinálják, és akkor tényleg csak egy dolog maradt, hogy az ember a magánszférájában próbálja magát, amíg tudja jól érezni, ugyanakkor van, aki nem tudja, mert nincs jövedelme, ha véleményét elmondja, kirúgják a munkahelyéről, tehát én nagyon sajnálom ilyen szempontból ezt a középnemzedéket, aki kénytelen kussolni, vagy elmenni, mert azért az elmenés se fenékig tejföl, tudjuk azt, hogy milyen nehéz, tehát ez ilyen szempontból, igen, ez egy szomorú idő. Azért ebbe a kénytelen kussolniba én nagyon sokszor azt érzem, lehet, hogy ebben is tévedek, hogy mikor azt mondja, hogy kénytelen vagyok kussolni, mert itt bántanak, és én gyáva vagyok, és erre nehéz mit mondani, hogy azért ez nagyon sokszor a kényelmességnek a szinonimája. Itt voltak ezek a pedagógus tüntetések, és eleinte tényleg sokan voltak, és lelkesek, és egyre kevesebben voltak, akkor előjött ez a félés, meg izé. Azért Budapesten egy átlagos ember relatíve keveset kockáztat azzal, hogy egy 10.000-es tüntetésre elmegy 10.001-nek, azért ez egy nem nagyobb kockázat, mint átszaladni az útsarkán. Nyilván van neki, de viszont azt mondani, hát, tudod, az eső is esett meg. De most azt mondani, hogy már megint cipőt kell húzni, a kalucsnim is hol van, nem meg kell. Azt mondani, hogy jó, hát engem itt fenyeget, az sokkal kényelmesebb. És szerintem jelentős részben ez is benne lehet. Illetve ami engem nagyon zavart, hogy a szolidaritás, amikor az egészségügyel volt gond, akkor nem ártak ki a pedagógusok az egészségügyek mellé. Tehát ahelyett, hogy ezek a rétegek, ezek a szakmák egymásba karolva esetleg egy általános sztrájkot létrehoztak volna, ez működik az általános sztrájk. De az, hogy, és a Fidesz nagyon figyelt arról, hogy most, ha háborognak az egészségügyek, akkor vigyázzunk, hogy a pedagógusok maradjanak, ha a pedagógusok, akkor vigyázzunk, hogy már az orvosoknak megadtuk azt a 1 milliós fizetést. Tehát azt nagyon figyelték, hogy nehogy ezek összekapaszkodjanak, összefogjanak, mert ezt nem tudják kezelni. És ezt most sem értem, hogy ezek a szakszervezetek miért nem szolidálisak a másikkal. Miért nem mondják, hogy most szolidálisos tájékot tartok a X másik szakszervezet érdekében. Nagyon ritkán hallunk ki híreket. Néha mondják, hogy most van egy kis szolidaritás bennünk, de nincs. Mindenki a saját gesztenyéjét próbálja kikaparni. Ez most így működik, szakmánként is így működik, ami tehát ja, úgy látszik, hogy ilyenek vagyunk, ez most így lesz, nem látok. De azt elfogadni, hogy a köztévébe, közrádióba ilyen szinten ne hallassa a hangját az az ellenzék, aminek minimum az ország egyharmada híve, tehát ilyen a világon nincs, hogy nem mennek oda, és nem dobálják ki őket egy defenesztrációt, nem hajtanak végre a ne túl magasról, mondjuk fél emeletről. Prágába, Trágyába dobták őket. Ez volt a defenesztráció, amikor az ablakon kidobálták a prágai polgáz, mondjuk középkori történetek ezek, de átvitt értelemben, tehát valahol ezt nem szabadna hagyni. Nem szabadna hagyni, én is elmentem ezekre, ott voltam, de aztán nem jött nagyon többek, elfogadták, tehát, és akkor a Fidesz azt mondja, miért csináljon másképpen, hogyha ezeknek ez is jó. Ezek jó. Talán Umberto Eco-nak van egy írása az ősfaszizmusról, és abban leír egy történetet, hogy mikor 43-ban Olaszország megpróbál kilépni a háborúból, ugye Mussolinit leváltják, akkor az anyukája leküldi az újságoshoz, hogy hozzon újságot. És akkor egy kisfiú, 10 éves, nem tudom, mennyi lehet, az valami ilyesmi. És lemegy az újságoshoz, és egyrészt csodálkozó látja, hogy mennyiféle újság van, mert még előző nap csak egyféle újság volt, és akkor van újságja a kereszténydemokratáknak, a polgári demokratáknak, kommunistáknak, és mindegyik valamit hirdet, de még csak előző nap dűlt össze, mint tudjuk, nem is dűlt össze igazából akkor még a fasizmus. Akkor azt mondja, hogy hát ő nagyon okos kisfiú volt, és arra rájött, hogy ezek nem egy éjszaka alatt születhettek meg, hanem valahogy ezek a nem is tudom hány huszon, nem tudom hány éves, majdnem ilyen huszonvalány éves fasizmus alatt ott lappanghattak ezek a polgári erők, és milyen jók, hogy voltak, mert mikor összedültek, akkor valami elindulhatott belőlük. Szóval látszem a Magyarországon ilyen lappangó erőket, mert ahogy mondtad, a beszélgetésünk első felében elég optimistán, azért előbb-utóbb össze fog dűlni, és egyre több olyan dolgok. Persze, látok. Szóval, hogy akkor azért valakinek kézbe kell venni a dolgokat, tehát hogy kik ezek, merre, abszolút. Mire gondoljuk. Tehát sokkal könnyebben veszi majd kézbe egy új hatalom, mint ami történt 90-ben, 89-ben. Tehát akkor valóban nagyon kevesen voltak, ugye tudjuk, hogy
az SZDSZ környéki figurákon kívül alig voltak olyan polgári erők, akik akár nemzeti népi polgári erők, akik át tudták venni azt a hatalmat. Most azért itt vannak tízezrével azok a figurák, akik sőt, hát ez az egyetemen végzett értelmiségi fiatal réteg, ez nagyrészt ellenzéki. Tehát szerintem rengeteg szakember lenne, sőt, hát visszajönnének. Én tudom, hogy ha itt valami változás lett volna, akkor beszélgettem emberekkel a legutóbbi választás előtt, és visszajöttek volna. Tehát nem igaz, hogy igazából ott szeretnek sokan élni, hanem nagyon sokan jönnének. Tehát én azt hiszem, hogy semmi probléma nem lenne, hogyha csak hát ki az, aki ezt végrehajtja, és hogyan. Tehát hát Orbánik nem veszíthetnek. Tehát ez a gond, hogy ő nem veszíthet el választást, mert akkor olyan disznosságok derülnek, és olyan perek indulnak, ami az ő egzisztenciális létét veszélyezteti. Tehát végsőkig el fognak menni, hogy ne adják át. Gondolj bele, el tudod képzelni, hogy egy demokratikus választáson leváltják őket, majd pedig elindulnak a bírósági perek. És hát erős fantázia kell hozzá, de hát volt már rá példa 2002-ben, igen, másképp jött a szavazás eredménye ki, mondjuk nem indultak el a perek, pedig már akkor is biztos lehetett volna. De azért a nagyságrendel nagyobb disznosságok történtek azóta. Igen. Azóta, tehát tényleg nagyságrendel. Igen, tehát azok a, azt kell mondanom, amikről te írsz a könyvedbe, azok már szinte kóklerségek a rendszerváltás környékén. Kis-kis-kis apró diákcsínyek ahhoz képest, ahogy most hogy tűnik el a feneketlen vendőbe minden. Igen. Tehát most azért ez kicsit túlhaladta az írói fantáziát a valóság. Igen. Illetve hát már itt a rendszerváltóban azért ott már a nagyobb biztonságokról is és írok, de hát igen, tehát ez minden fantáziát meghalad, és minden várakozást meghalad, ami történik. Ezek tehát a kastélyok szétosztása egymás között, az, hogy a Nemzeti Bank elnökének fia 14 milliárdos lakás vesz magának New Yorkba, az, hogy a miniszterelnök vejének 206, tehát olyan hatalmas, több száz milliárdos vagyona van. Igen, hogy a cég birodalmában valami 350 milliárd forintnyi közpénzek. Igen, bonyolult, mert nem mind közpénz, de baráti és közpénzt. Tehát ezek valóban, hogy ezt nem hittük volna, hogyha 10 éve valaki ezt mondja, hogy ezt meg lehet csinálni. Azért annyi jó írunk van, hogy a színház működik tovább, vannak színházak, amik működnek tovább, és neked is lesz egy premiéred rövidesen? Igen, amikor én befejeztem ezt a vidáman írt regényt, akkor azt hittem, hogy most kicsit lazítok, de hát aki megszokta azt, hogy naponta x órát ül a gépnél, és elkezdtem egy színdarabot írni, amit a Máté Gáborral beszélgettünk, ugye egy nagy hasonló korúak vagyunk a Gáborral, és megéljük azt, hogy az ember egy idő után át kell adnia. Van, akinek a színházvezetés, van, akinek a birodalmát, Lírnek a királyságát, másnak a nagyobb cégét, és abba a korba kerültünk, hogy a privatizáció idején középkorú figurák most már 70-80 évesek lesznek, és át kell adni valamilyen módon, hogy átadják-e, nem adják-e, hogy adják-e, hogyan akarják megszerezni az utódok ezt. Ez egy ilyen líres probléma, és ebből írtam egy tragikomédiát, aminek a címe Skorpió lesz, vagy Skorpió, és ez december 3-án mutatja be a Belváros Színház az Orlai Tibor, Ragyog Orlai Tibornak a menedzselésével, és a Máté Gábor rendezi, remek színészekkel, úgyhogy remélem, hogy ez jó lesz, és ez nagyon a máról szól, sőt, tehát 2000-től 2025-ig játszódik a darab, egy ilyen tőkés, nagy tőkés fiai, hogy szerzik meg, hogyan semmizik ki, és mi vár itt ebben a vadvilágban mindarra, aki ki akar szállni valamiből, vissza akar vonulni valamitől.
Szóval ez egy, látom, hogy például most ilyen kurzusokat szerveznek, már Facebookon látom mondjuk, gazdag embereknek, hogy hogyan menedzsd el át a vagyonodat. Ugye nyilván nem a három szoba, a hallos lakásodról van feltétlenül szólvása, nagyon egyszerű, de itt gyárak, részvények. Sőt, erre most alakultak, céget alakultak Amerikába, igen. Hogy hogyan lehet ezt úgy átadni. Tudjuk, a board, a vállalat vezetés, az nem akar, hogy a hülye gyerek jöjjön, a fiú gyerek is átvegye. Tehát az apa már próbál olyan megoldások, jogi megoldásokat, hogy nagyobb szerepe legyen az igazgató tanácsnak, hogy menjen a cég. És erre Amerikában cégek vannak, és most hallottam, hogy átjött egy Magyarországra is. Tehát hát látod, itt volt, hogy Soros György átadja a fiának a dolgok vezetését, rögtön átszervezi az alapítványi működését, és hány száz embernek, vagy hány ezer embernek változtatja meg az életét. Igen. Igen. Jó, hogy az egy kicsit nagyobb vagyon, és nem is feltétlenül úgy született, mint mondjuk Mészáros Lőrincé, vagy Tiborczi István. Kicsit másképpen. Igen, egyébként ez is érdekes, hogy azokat a vagyonokat, tehát amiket az állami kapcsolatok útján szerezték, és azért az elmúlt 10-12 évben nagyjából ilyenek születtek, bár biztos voltak, nem csak ilyenek azért, az ott még érdekesebb, mert ott már az eredeti tulaj sem feltétlenül tudja kezelni, tehát mondjuk Mészáros Lőrincről is nehezen tudom elképzelni, de lehet, hogy ez csak az én rossz indulatom, hogy ő azért gazdaságilag kompetens döntéseket tud hozni, mert lehet, hogy azt meg tudta mondani, hogy ide egy 20-as anya kell, vagy egy itt kócolnunk kell, kollégák, de hogy egy sok százmilliárdos bonyolult üzleteket ő feltétlenül átlásson, hát abban nem egészen sokat tűnöttem ezen, hogy mi lehet, amikor már a Tibor cége, meg a Mészáros gyerekek tulajdonolják apa nélkül ezeket a vállalatokat, ezek milyen a viszonyuk vajon egymással? Tehát ezek a NER másod generáció, érted? Ahol a nagy vagyonok vannak, egymással hogy vannak ezek? Íróért kiállt, de mondjuk keveset tudok az Eszterházi család, csak ugye megalakult, tehát mikor meggazdagodtak és nemesi családok lehettek valamikor biztos a középkor elején, felteszem, hát az se volt olyan problémamentes, mert még az apuk a rablólovag volt, a gyerek már nevelőnő, és aztán nem tudom, hány kastély lett, szóval ilyen változások vannak, csak az már olyan rég volt, hogy de most lesznek ilyen történetek, amikor ezek a gyerekek egymással kénytelenek tárgyalni, egyezkedni, egymást megfojtani egy kanálvízben, majd kiderül. Köszönöm szépen Kerékgyártó István írónak, hogy itt volt és elmondta önöknek, pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet.